Szóval van egy ilyen műsor, hogy az igazság ára, és ennek az a lényege, hogy benn ül az ember, kérdéseket tesznek fel, miközben rajta van ilyen poligráf, és ugye nézik, hogy igaz-e vagy hamis, de közben meg ott ül a családja, a barátja, az apja, anyja, tesója, párja, érted, a nézők között, és akkor kérdeznek elég érdekes kérdéseket. Ez egy ilyen amerikai műsornak az ilyen magyar változata. Annyi a különbség, hogy itt annyira nem durva, itt inkább a, szóval nem a párkapcsolatokra mennek rá, inkább van az ilyen érzelmire, szóval hogy megkérdezik, hogy mit szomorú, vagy egy apád elhagyott, meg ilyesmi kérdések vannak. Egy hete eljutottunk a kérdésig. Most várjuk a választ. Hát, igen. A válasz igaz. Egyszer, kétszer, de az olyan típusú munkahely volt, hogy ott lehet, hogy előny volt. Ez már egy kis hint arra, hogy hova fog menni ez a sztori, hogy ittasan a munkahelyén, és ez lehet, hogy segített neki a munkahelyén. Ez a sztoriban majd ahogy lépkedünk, rá fogsz jönni, hogy ez miért olyan fontos. De igazából csak ennyi a tematikája egyébként, szóval az elején még itt ilyen gyenge kérdések vannak, és ugye egyre keményebb, mert ugye az a pénznyeremény úgy fog növekedni. És akkor ez a lényeg, kérdeznek, ő válaszol, és akkor utána igaz vagy hamis. És nem tudom hány fordulónként meg lehet állni. És úgy működik, hogyha nem áll meg annál a pénzmennyiségnél, amit megnyert akkor, és tovább megy, de kiderül, mit az egyik hamis, amit mondott, akkor mindent elveszít. Minden. És az a leggázabb. Szóval, hogy gondolj bele, hogy beégetted magadat az egész ország előtt, a saját családod előtt, kiadod az összes titkodat, és még pénzt se nyersz. Volt olyan, amikor azt gondolta, jobb volna, ha mások lennének a szülei? Anyád! Ez olyan nagyon csúnya. Szóval, erre azt mondja, hogy igen, és igaz, szegény mamája és anyukája, vagy ez szerintem az anyukája, vagy a mamája, nem, szerintem az anyukája, nem? Gondolj, hogy ott ülsz, azt mondja a gyereked, hogy ja, amúgy nem szeretnének téged, szóval igazából jobb lenne, ha nem te lennél az anyám. Nem. Hát igen. Mi? A válasz igaz. Anya! Na tehát, hogy mondtam én, hogy elindulunk azon a lejtő lefele. Szóval, hogy azért na, és ez egy kicsit ilyen hógolyó effektus volt, hogy picitben azért elkezdünk gurulni, de az a végén ekkora lesz. Szóval a végén egyre szarabb kérdések lesznek, de már ilyenek vannak. És szóval gondolj bele, ha már nem nyer semmennyi, szóval semmi pénzt nem nyer, hazamész, milyen beszélgetésbe fogtok ti elegyedni? 4 perce megy a videó, és már azt szeretné, hogy más szülei legyenek. Csak mondom. És, ja, és a kedvencem, hogy mindent megtapsolnak az emberek, szóval hogy én nem szeretem a szüleimet, és szeretném, hogy más szüleim legyenek. Ez az! Egyre közelebb van a milliós nyereményekhez. 21 kérdés, és a legvégén, ha igazat mond mindenre, 20 millió forint. És azért, na, ez amikor készült ez a műsor, azért 20 millió forint, na, azért az még komoly volt, csak úgy mondom. Ütötte már meg férfi? Erről beszélek, hogy itt megy át abba, hogy az, hogy a magyar változata ennek a műsornak, ez inkább arra megy rá, hogy ilyen sérelmek már, mint egy az élet során igazából. Szóval nem is az, hogy beégessen, hanem hogy így felhozza az összes sebet, az összes ilyen heget, ami van a szívedben, az mind így szétszakítja, érted, az összes problémádat, és ez még hogy megütöttek, megerőszakoltak, elhagyott az apád, minden, és akkor így. Igaz, hogy elhagyta az apja, amikor fiatal volt, és agyonvert, miközben megerőszakolta? Igaz, vagy hamis? Igen. A válasz igaz. Ezt tapsot érdemel. És még ő is megkérdezte, érted, hogy ezt tapsot érdemel? Mik ezek az emberek? Megtapsolják azt, hogy meglett itt. És igen,
Megvertek egyszer, amikor kiraboltak az utcán, elvették az összes vagyonomat és azt a nyakláncot, amit az anyukámtól kaptam, és az nagyon közel állt hozzám. Ez az! Milyen beteg ez? Igen, kiskoromban a saját apukám molesztált, és volt, hogy a baráti megerőszakoltak. Hú! Ez az! Erre nem tudok mit mondani. Voltak kapcsolataim már, volt, hogy ütöttek, na igen. Igen, tessék. Hogy esetleg volt-e köze hozzá? Akkor még nem. Hát... Az ütéshez. Na, az se. Hogy lehet kiérdemelni? Azt mondják, vannak nők, akiket ütni kell. És maga ilyen. Lehet, hogy ebbe vagyok be skatujázva, nem tudom. Szóval miért kell ezt tovább húzni, ezt a szorít? Szóval nem elég az, hogy oké, megütötték, és akkor mondta, erről nem szeretnék beszélni. Jó, persze, megértem, hogy nem szeretnél róla beszélni. A férje ütötte meg? Milyen érzés volt, amikor megütötték? Ki ütötte meg? Megérdemelte azt, hogy megütsék? Maga olyan nő, akit verni kell? Csír! Második forduló, 8. kérdés. Kérte már meg férfi, hogy verje meg szex közben? Én mondtam, hogy jó lesz! Én mondtam, hogy megyünk szépen lefele. Én mondtam, figyelmeztetelek, hogy szépen... De már most nem értelmeztem a kérdést, hogy a férfi kérte meg, hogy ő verje meg a férfit szex közben, vagy ő kérte meg, hogy a férfi verje meg őt szex közben. Ezt most nem értettem. Majd ő is mindjárt lesz magyarázva. Vagy lehet, hogy nem, mert amúgy meg lehet, hogy nem történt ilyen, mert ugye hamis lesz. Gondolom, hogy hamis lesz. Igen. Nem. A válasz. Ebből a férj... Esküszöm, hogy nem én voltam. Nem én voltam. Nem. Igaz. Vannak ferdehajlamú férfiak, és... Először meglepődtem, de aztán megvertem egyszer, legalább én is hagyadjam már vissza, amit kaptam. Egyszer meglepődtem, de hát aztán jól agyonvertem, addig ütöttem, mint... Nem könyörgött az életéért. Ezt tudom elképzelni, amikor valaki azt mondja, hogy szeretem, amikor fáj. Ó, szeretet, hogyha fáj? Ne, elég lesz! Azt szeretet, hogyha fáj! Kb. Így tudom elképzelni. Második forduló. 9. kérdés. Megcsalta már a férjét? Szóval ez a válasz most eldöntheti az egész hangulatot. Mármint, hogy szóval gondolj bele, hogyha most azt mondja, hogy igen, akkor van kurva nagy baj. Akkor már nem veszíthet. Igen. Ne! Hát figyelj, hogyha most, hogy ezt mondtam, hogy megyünk lefele, és ennél még csak rosszabb lesz, érted? Ennél még csak rosszabb lesz. Szegény Pali. Lehet, hogy most tudta meg, hogy a nője embereket verték, meg most megtudja, hogy megcsalták. Gondolj bele, hogy most, hogyha elveszíteni az összes pénzt, amit nyer, és semmi pénz nem nyerne, akkor csak igazából vége van mindennek vége van. Mindennek. A válasz... igaz.
tapsot érdemel. Ez tapsot érdemel, az persze, ez az, hú, megcsaltam a férjén, hú, hú, ez igen, ez tapsot érdemel. Mi ez a műsor? Mi ez a műsor? Miért tapsolnak az emberek? Ne tapsoljál már, arról van szó, hogy erről megcsalta a férjét. Ebből tudod, hogy igaz. Amúgy meggondolkodtam, mi van, ha ezek meg vannak játszva? Nincs! Nézd már meg, szegény Polit! A fasz, aki van az egésszel. Szakítottam egy előző kapcsolattal, akivel... Hát azt hittem, hogy tovább fog tartani, és... Mikor elhagytam, Zsoltival összejöttem, akkor nagyon ostromolt az a másik, tehát az előző kapcsolat, és annyira akkor már mindent ígért, hogy feleségül vesz meg, nehogy egyszer engedtem sajnos a csábításnak, és aztán beláttam, hogy ez mégsem, mert, tehát inkább akkor belefolytattam. Jó, akkor nem annyira vészes, nem mondom, hogy enyhít a dolgon, de nem annyira vészes, mint amennyire azt gondoltam. De. Megbeszéltük. Zsolt. Remélem, arról tudok. Jó. Szóval akkor a férfi tudott már róla, szóval azért meg volt beszélve, szóval így ment bele a házasságba, hogy ő ezt már tudta. Jó, oké. Második forduló, 11. kérdés. Előfordult már, hogy a férje nem juttatta el az orgazmusig. Hát van ilyen, szóval nem mindig lehet minden, szóval most vannak ilyen kis gyors menetek, akkor nem lehet mindig mindent. Most nem csinálj, hogy mindig, hogy jó, persze, te mindig, oké, értem, jó, te ki, ahol nagy király, hogy te vagy a izé, pam, pam, az kész, nem? Ja, oké, persze. Igen. A válasz... hamis! Igaz. Ezt is megtapsák. Hú, ez az, amit tett el az orgazmusig. Hú, olyan fütyülnek is. Nem tök úgy a szívedre. Ne. Tovább megyek. Tovább megy. Szóval akkor most szóval átléptünk a következő zónába. Itt csak még rosszabb lesz egyébként, szóval készüljél fel arra, hogy fájni fog nagyon. 13. kérdés. Júj! Én mondtam, hogy megyünk mélyebbre. Én mondtam, hogy megyünk a... Fizettek már önnek szexuális szolgáltatásért? Igen. Hát jó, igazából nekem is mindig azt mondták, ha valamit jól csinálsz, ne csináld ingyen, kész. Válasz. Igaz. De ezt miért nem solják meg az emberek? Miért? Amit ez nem annyira durva, de mégse egy izé. Hú, ez az! Hú, nagyon jó vagy, Oli faszod van esetleg, hallod? Egyébként mindenre megvan, amit szeretne? Igen. Ez a kérdés. Megvan minden, ami szeretnél? Ja, most így vagyok egy boldog párkapcsolatban, egészséges vagyok. Most ebből a műsorból lesz egy csomó pénzem. Ja, igazából meg vagyok, oké. Akkor mi lenne, ha most tönkretenném az anyával és a férjével a kapcsolatot? És a végén még pénz sem kap. Ha? Ehhez mit szól? Na, jár a következő kérdés. Harmadik forduló, 14. kérdés. Amikor a szexből élt, jobban keresett, mint most? Szóval, hogy ő... Aha! Szóval, hogy ő... Aha! Szóval, hogy...
Szóval, hogy olyan néni. Mi az, hogy jobban keresett, mint ma? Nyilván jobban keresett. Szerinted azért csináltam, mert szerette csinálni? Hanem azért, mert abban van a legjobb pénz. De legalább, de... Mi? De akkor ezt tudták a... Ezt tud... Én nem... Szóval... Mennyit tud ebből a történetből? Már magam sem tudom. Jelenes, hát tudok, amit tudok, de... Majd kiderül most. Mennyit akarja, tudom? Hogy kiderüljön? Nagy ára lenne annak. Az igazságnak ára van. Júj! A show-nak, hogy igazság ára, nagy igazság, az igazságnak nagy ára van. Hoppá, mi? Következzen az utolsó 1 millió forintos kérdés. Élvezte a szexet, amikor fizettek érte? Hát ez nem tudom, melyik a rosszabb válasz. Hogyha azt mondja, hogy igen, vagy ha azt mondja nem. Mert ha azt mondja, hogy igen, akkor valamit csinált, amit élvezett is, és pénzt kapott érte. Szóval ezt így kimondva nem olyan rossz. Viszont, meg ha belegondolsz, mégsem, szóval mégis csak olyan dolog. De amúgy meg ha meg azt mondja, hogy nem, akkor még, akkor szerintem az még rosszabb, meg gondolj bele, akkor meg tudod, hogy olyan emberekkel volt együtt, akikkel nem szeretett volna együtt lenni. Szóval csúnya, meg mocskos, meg túros. Úgy érted, nem, szerintem az rossz, az, nem azt mondja, hogy igen. Igen. Jó, oké. Okay. A válasz. Ja, ez jó, ez a válasz szerintem jobb, mint ha azt mondtam, hogy nem. Hamis. Mi? Az baj. No money. Hallo, no pénz, nincs pénz, ennyi volt, nulla, hazam, kölcsön adjak 500 forintot, egyél valamit, kis kenyeret, vagy valamit, ha? Mert nulla forint, az Caputo, no, hello. Lea. Egy kérdés választottál az 1 milliótól. És ráadásul milyen kérdés? Tehát ez egy ilyen becsapós kérdés. Becsapós? Ez nagyon. Találós kérdés. Azt mondta a hazugságvizsgálónak, hogy nem. De utána beszélgettem sokat, és akkor úgy kellett volna feltenni, hogy volt olyan, hogy élvezte, amikor fizettek a szexért? Vagy tehát millióféleképpen fel lehetett volna tenni. De most a játékot szeretnéd kioktatni, hogy hogyan kérdezed? Szerintem inkább fogd be a pofádat, mert most nulla forintot kaptál. Jó, köszi, szia, hogy itt voltál. Hello. Szóval ez egy elég ilyen fucked up dolog, szóval most igazából elmondta az egész országnak, hogy ő prostituált volt, pénzt kapott érte, megcsalta a férjét, és szeretné lecserélni a szüleit. Ezért nulla forintot kapott nettóba. Ha akarsz még amúgy erről az igazság áráról videót, akkor... lájkoljad, aztán, hogyha sok lájk lesz, vagy akkor folytatjuk. Tetszesz. Gerik in the house! Iratkozzál fel! Iratkozz fel, és itt egy másik videó, ezt is nézd meg, ha jót akarsz magadnak, ha jót akarsz magadnak.